Az irgalmasság vasárnapjának szent leckéje az Új Szövetség egyetlen prófétai könyvéből való, a Jelenések, vagy görög nevén az Apokalipszis könyvéből. A hagyomány szerint János evangélista hite miatt Patmos szigetére lett száműzve, és ott elragadtatásba esett, a föltámadt Krisztus jelent meg neki, s diktálta le mindazt, amit ő azután könyvében megörökített. A könyv tele van magyarázatra szoruló jelképpel, így mostani szakaszunk is. Kár, hogy mai szentleckénkből azt a két sort kiemelték, vagy nem olvastatják föl, amely az ember fiának, a megdicsőlt Krisztusnak tulajdonságait részletezi. Azt írja: megjelent a hét gyertyatartó között, amely nem liturgikus eszközt jelent, hanem a hét egyházat, az az emberfia, aki halott volt, de föltámadt. Hogyan írja le az evangélista? Fehér volt a haja, az isteni méltóságot, a világ felettiséget jelképezi. Szeme lobogó tűz volt, mindent átható, amely mindent lát. Talán a tisztulás állapota is az ítélő Krisztussal való találkozás lesz, aki látja a mi egész életünket, és rejtett dolgainkat is tudja. Lába izzó érc volt. Izzó érc volt, amely elsodor mindent, amilyen ereje van Istennek a világ teremtésében, olyan ereje van a világ megváltásában, és a világ történelem véghez vitelében. Hangja, mint nagy vizek zúgása. Az Ószövetség Isten hangját a tenger zúgásában már meghallotta, Jézus Krisztus, az Isten fia, hangja mellett minden más elvész, olyan, mint a kétélű kard, ahogy a zsidókhoz írt levélben is az Isten igényéről szól a szerző. Arca ragyogó nap volt. A táborhegyen isteni dicsőségét megmutató Jézus Krisztusnak, de a föltámadásban is ragyogó volt az arca. Provászka Otakár, ki végrendeletében azt írta, hogy örömmel halok meg, mert így remélem, hogy Jézus dicsőséges arcában nézhetek. Nála van a halál és az alvilág kulcsa, vagyis legyőzte a bűnt, a halált, a poklot, és kinyitotta a mennyországot, föltámadása mindannyiunk számára emberi életünknek reményt ad, hiszen mi magunk is várjuk a holtak föltámadását. A föltámadt Krisztus megszólította: ne félj! Én vagyok az első, az utolsó és az élő. Meghaltam, s lám mégis élek. A föltámadt Krisztusnak a szava, hogy ne féljetek. Ugyan a Szentlélek adományai között ott van az Isten félelem adománya, de ez nem rettegést jelent, hanem jelenti azt, hogy Isten mindig elvárja tőlünk, hogy megadjuk neki a köteles tiszteletet, nem szemtelenedhetünk el, hiszen az emberi kapcsolatokban is meg kell egymás iránt őriznünk a tiszteletet, de Isten még inkább megkívánja, hiszen Isten szent. Ugyanakkor Jézus Krisztus föloldja az ember legnagyobb félelmét, hogyha komolyan hisz, hogy a halál nem a semmibe való zuhanás, hanem Isten atyai házába való megérkezés. Írd le hát, amit láttál, a jelent, s ami ezután történik. Az az írás már 2000 éves. Hogy mi lesz velünk, mi történik, senki sem tudja. Megpróbáltatás is vár és várhat ránk. De amint Patmos szigetén a számüzetésben lévő Szent János apostolt megvigasztalta a föltámadt Krisztus, és erőt adott neki a végsőkig való kitartáshoz, minden bizonnyal mi is remélhetjük ezt, de hinnünk kell benne, hiszen ő az, aki legyőzte a poklot, legyőzte a bűnt, s legyőzte a halált.
ez a dicsőségesen föltámadt Krisztus legyen emberi és keresztény életünknek legnagyobb reménysége és öröme.